Egy uniós regionális hatásvizsgálat szerint a különböző diákcsere programban való részvétel jelentősen megnöveli a fiatalok esélyét a magas szintű vezetői pozíciók elnyerésére, ami különösen igaz a dél- és kelet-európai fiatalok esetében. A diákcsere programok tárháza pedig évről évre bővül, csak az Erasmus Plus ifjúsági szegmensében idén 1,2 milliárd forintra lehet pályázni. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói is jelentkezhetnek külföldi tanulásra vagy szakmai gyakorlatra, tájékoztatott az intézmény hallgatói szolgáltató központjának munkatársa. Dudás Éva kiemelte, az egyetemnek 52 oldalú kapcsolata van, valamennyi uniós országba pályázhatnak a diákok. Általában tanulmányi mobilitásra 5 hónapra szoktak a hallgatóink kimenni, szakmai gyakorlatra pedig saját maguknak kell cégeket keresni Európán belül. Itt nincs szükség az úgynevezett bilaterális partnerkapcsolatra, hanem saját maguknak megkeresik a hallgatók, ebben mi is segítséget tudunk nyújtani nekik, hogyha bejönnek, és akkor itt is szépen eltöltenek 2-3 hónapot, általában a nyári hónapokban, hogy szakmai fejlődésüket ezzel elő tudják segíteni. Mobility Café, ezt a címet viseli az az egyetemi program, amely ingyenes, és azt mutatja be az érdeklődőknek, hogy hogyan működik az Erasmus Plus. Olá Mihály saját élményeit, tapasztalatait ismertette az első Mobility Café-n. Ő az angliai Wolverhamptonban tanult egy fél éven keresztül. Fel kell venni egy minimum számban megszabott tantárgyat, és hát azokat nyilván teljesíteni kell. Meg van szabva egy minimális kreditszám, ez általában intézményektől függ, hogy mennyi, és azt kell elérni, meg hát ezen kívül nyelvi felmérőket kell a fél év alatt megcsinálni, valamint egy rövid élménybeszámolót kell leadni, hogy mit csináltunk odakint. A Nyíregyházi Egyetem Erasmus Plus programja október közepétől érhető el, azonban nem csak egyetemi hallgatók jelentkezhetnek az uniós felhívásra. 13 és 30 év közötti fiatalok több pályázati kategória közül választhatnak, akár interneten is jelentkezhetnek a programra.